akinek én elveszem a múltját, annak olyan jövőt rajzolok, amit akarok. Hát nincs honnan neki fusson, nem tudja honnan kontrollálja. És azért azt soha se felejtsük el, hogy ez nem területi kérdés. A szkitáknak a legnagyobb, legtöbbet emlegetett tulajdonsága az nem a fegyveres győzelem, bár ezt is hangsúlyozzák. Tehát az, hogy fegyverrel legyőzhetetlenek. Tehát nem tudta se Nagy Sándor térdre kényszeríteni őket, aki pedig mindenki mást, akit egyáltalán elért, térdre tudott kényszeríteni, se a perzsa birodalom. Dárajosznak is éppen, hogy sikerült visszavonulnia. De éppen, hogy. Óriási szerencsével. Tehát nem, hogy meghódoltatni nem tudta őket, hanem örült, hogy egyáltalán, hát népen, nem éppen az egész évvel, de töredékével vissza tudott vonulni. Tehát ezek történelmi tények. Mégsem ezt emlegetik elsősorban, hanem mit? Az erkölcsöket. Tehát amíg mi a saját erkölcsünkön nem találunk vissza, és amíg ez az erkölcs nem szkíta erkölcs lesz, hanem káini erkölcs, addig ne is reménykedjünk megújulásban. Nekem legalábbis ez a nagy üzenete a szkíta múlt. Az a mondás, hogy nyelvében él a magyar, ez sokszor olyan helyzetben is, mikor politikailag mi nagyon rossz helyzetben voltunk, segített ennek a nemzetnek megmaradni önmagával tartósan azonosnak. Ez most lehet, hogy bonyolultnak hangzik ez a mondat, de nagyon fontos. Tehát önmagával lényege szerint tartósan azonosnak megmaradni, ez nem számosság kérdése. Ez annak a függvénye, hogy én megtalálom-e azt az értéket, ami köré csoportosult a magyarságnak, ebben az esetben, tehát mi nekünk, az igazi hát tulajdonságrendszerünk, vagy pedig valahonnan belénk injektált más normarendszer köré próbálunk kiegecesedni, kikristályosodni. Mert jelenleg ezt próbálják velünk hát megjátszani, tehát egy olyan értékrendet, aminek a központjában Káin áll. Ha ez nem tetszik valakinek, akkor helyette Romuluszt még mondhat. De Romulus ugyanazt csinálja a testvérével Remusszal, amit Káin a testvérével Ábellel. Tehát ugyanarról a mintázatról van szó. A sikere érdekében Romulus méghozzá ugyanazzal az eszközzel, a kapával vágja fejbe és öli meg a testvérét, Remuszt. Tehát ez ugyanaz az erkölcsi, ezt egyáltalán erkölcsnek lehet nevezni, normatíva, amihez nekünk semmi közünk nincs. De e köré próbálnak jelenleg fölzárkóztatni bennünket. Miért? Mert tudják, hogy itt ők az urak. Tehát mi itt csak rabszolgák lehetünk. Egyszerűen nem tudunk átidomulni erre. Tehát bármikor becsaphatók vagyunk, bármikor, ha adódik egy történelmi helyzet, mi nem fogjuk a másik rovására kihasználni. Amit ők mulyaságnak, politikai éretlenségnek nevezik. Valójában pedig egyetlen dologról van szó. Nekünk nem mindegy, hogy milyen áron győzünk. Most, hogy folyik az olimpia, az elején egyértelműen kiderült, már az első nyitó, hát ilyen nagy ünnepségen, a kínainak teljesen mindegy, hogy milyen áron ő győzni akar. Hogy ennek érdekében bírói csalást kell elkövetni, elköveti. Tehát semmilyen naponta adódnak a bírói csalások, ordító csalások. Egy a lényeg, a kínainak győzni kell. Na most nekünk ez nem norma. Tehát nekünk nem mindegy, hogy milyen ára. Ha súlyos erkölcsi engedmények árán lehet csak győzni, köszönjük, nem kell a győzelem. Hát ne felejtsük el, nekünk utoljára Mátyás volt győztes uralkodónk. Egyetlen magyar királynak utoljára Mátyás uralkodott. Na most azóta, tehát az 1400-as évek vége óta, 1500-as évek eleje óta, hogy kerekévszáma fogalmazunk, azóta a világon, tehát nagy horderejű, tartós győzelmet csak súlyos erkölcsi engedmény árán lehetett kivívni. Mi egyetlen ilyen esetben sem a győztes oldalán, tehát nem Káin oldalán végeztünk. Tehát legyünk erre olyan büszkék, mint a legnagyobb nemzeti vagyonunkra. Ehelyett állandóan ez dörgölik az orrunk alá, hogy ez szégyenünk, nem az, hogy szégyenünk, hanem ez lehet a legnagyobb, vagy legértékesebb valutánk egy következő évezredre vonatkozóan. Tehát ha ezt meg tudjuk őrizni, hogy semmilyen ürügyön, sem területi nyereség, sem vagyoni nyereség ürügyén nem vagyunk hajlandók a káini oldalon végezni, akkor azt mondom, hogy megmaradt a magyar-magyarnak. Tehát minden egyes esetben, most ez persze, hogy van, akiknek nem tetszik.
Ez azt mondja, hogy miért akkor Hitler utolsó csatlósa? Igen, az volt a jobb oldal, bármilyen furcsa. Tessék megszámolni, Hitler hány embert ölt meg, Sztálin hány embert ölt meg. Ugye, és nem lehet azt mondani, hogy hát itt a mennyiségnek nincs szerepe. Nincs, akkor miért számoltok állandóan mennyiségben? Hát hogy ne lenne szerepe? Bocsánatot kérek. Hát nem kérdés, hogy melyik volt a tartósan, aljasabb, megfontoltan gyilkosabb, a Hitler vagy Sztálinnél. Bebizonyította. És a Sztálinnak ott volt ugye a sleppjében, mert akkor még ott volt ugye a Mao Zedong. Most annál aljasabbat, annál emberírtóbbat, annál embertelenebbet még nem találtak föl. Hát most miért Hitlerről beszélünk? Tehát ezeket nagyon fontos, hogy azért tudatosítsuk, mert a mi testvérnépeinket nem Hitler fenyegette, bocsánatot kérek. Sztálin fenyegette, Sztálin utódok fenyegetik mai napig, és a kínaiak fenyegetik, tehát a Mao Zedong utódok. És nagyon fenyegetik, gondoljunk az ujgurokra, tehát létükben fenyegetik. És ők maguknak mindent megengednek, kínainak nincs skrupulusa, nincs ilyen fenntartás, hogy hát esetleg ez akkor emberhez méltatva, na és. Hát ha én győzök, hát akkor bármilyen eszköz megengedhető. Tehát ők Káin utódok, teljesen egyértelműen. Hivatkozhatnak olyan múltra, olyan konfucianizmusra, olyan taoizmusra, amilyenre akarnak, nem a szerint élnek. Tehát lehet, hogy nem is az övék volt. Már az emberben előbb-utóbb ez is fölmerül. Az a műveltség, amire ők hivatkoznak, hogy az a milyen, nem az övék, nem a szerint élnek. Most nekünk meg az szerint kellene élni, amit az őseink ránk hagytak, meg különben mi is megjárhatjuk. Azt mondja, hogy csak nevezzetek magatokat magyarnak, nem azok vagytok. Majd ha megint úgy éltek, akkor majd ezt a nevet nyakorolhatjátok. Szerencsére, aki nálunk nem így él, az legfeljebb beírja a személyigazolványba, hogy magyar, de amikor már szint kell valani, akkor már kicsúszik alóla, és mondja, hogy ő kicsoda. Na hát minden esetre nem kazah. Na ennyit erről.